Tánccal és énekkel szórakoztatták a vendégeket az Őszi Levél Nyugdíjas Egyesület tagjai augusztus 20-án a Leveleki óvoda átadóján. Ezek a kisebb éves költségvetésű civil szervezetek pályázhattak a Nemzeti Együttműködési Alap egyszerűsített támogatására. Ezek már a 2022-es pályázatok, tehát a megválasztási határidő 2022 április 1-ével indul, és egy év lesz a programok megvalósítására. Ez olyan szempontból is jó, hiszen a támogatási szerződés, sőt, akár már a forrás és a civileknél lehet, mire maga a pályázati időszak elindul. Ez egy nagyon nagy könnyebbség, hiszen így nem kell, főleg ezeknek a kicsi 5 millió forint alatti éves bevételre rendelkező civileknek, nem kell előfinanszírozni a programot. Az is fontos, hogy a Magyar Falu programban nyert támogatások a számviteli beszámolóban nem számítanak bele, tehát így egy civil szervezet, aki egy gépjárművel vagy egy ingatlannal tudott fejlődni, gazdagodni az elmúlt évben, ez egy hiánypótló beruházás volt neki a Magyar Falu programon keresztül, de egyébként pár százezer forint az éves bevétele. Zenészek, helyi egyesületek adtak egymásnak randevút szeptemberben Tuzséron, a megyei önkormányzat értéktalálkozóján. A Nemzeti Együttműködési Alap támogatása abban segít a civileknek, hogy programjaikat megszervezhessék. Csak ebben a megyében tavaly évben több mint 200 szervezet kapott forrást ebben a pályázati lehetőségen keresztül. Ez 90%-os nyerési arányt jelent, hiszen keretkimerülésig minden szervezet, aki érvényes pályázatot nyújt be, támogatásban részesült, az elmúlt három évben nem merült ki sosem a keret. Bízunk abban, hogy a negyedik évben sem fog, több mint 1,7 milliárd forint áll a civilek rendelkezésére ebben a keretben. Tavaly évben több mint 4000 pályázat nyert országosan, több mint 200 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és ez több mint 60 millió forintot jelentett a megyében működő civil szervezeteknek. Országosan több mint 1 milliárd 50 millió forint érkezett ezen keresztül a civileknek. A tájékoztatón elhangzott, a civil szervezetek és az alapítványok nem csak erre az egyszerűsített támogatási formára pályázhattak idén. A működésre is fordítható összevont támogatásra november 3-áig várták a pályázatokat.